Március közepén Budapesten rendezték meg a B-kategóriás torna diákolimpia országos döntőjét. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből, Nyíregyházáról és Kisvárdáról jutottak be csapatok a fináléba. A kisvárdai Szent László gimnázium csapata 7. helyen végzett. A szintén kisvárdai Besenyei gimnázium együttese a 2. helyet szerezte meg, a Nyíregyházi ötvös gyakorló csapata pedig bronzérmes lett. Emellett a kisvárdai Balogh Dávid egyén összetettben is szerzett egy bronzérmet. Nagyon örültünk annak, hogy mind a kicsiknél, mind pedig a nagyoknál most sikerült érmeket elhoznunk, és olyan nyugodtan mondhatjuk, hogy iskolák, akik nagyon régen foglalkoznak már a tornasporttal, tudtak dicsőséget szerezni Szabolcs-Szatmár Bereg megyének, mint például az ötvös gyakorlóiskola, a Nyíregyházi Egyetemnek a gyakorlóiskolája, akik egy bronzéremmel gazdagították a megyei éremtámlát, illetve kisvárdai Besenyei György gimnázium, akik egy ezüstéremmel, bízunk benne, hogy a jövő évben akár majd egy aranyéremre is változhat mind a két éremnek a színe, mert valóban mind a felkészítő tanárok rengeteg munkát fektetnek bele, mind pedig azok a diákok nagyon komolyan veszik, akik a csapatban részt vesznek, és hát emellett azért egyénibe is sikerült természetesen egy érmet elhoznunk. A Besenyei csapata csak egy hajszállal maradt le az aranyéremről. Az aranyéremért mentünk az országos döntőre. Azért örülünk ennek is. A csapatunk nagy része még jövőre is tornázhat, tehát nyugodtan harcba lehetünk az aranyéremért. Mindent próbáltunk megtenni azért, hogy ott sikeresen szerepeljünk. Sajnos a utolsó héten két sérülés is akadályozta a felkészülésünket, tehát két boka sérülés, ami ugye nagyon fontos részét, a cekrényugrást egy picit visszavetette a verseny során. Nagyon minimális különbséggel maradtunk le egy egész ponttal az egyik nagykörösi csapattól. Ez lökést fogadni a következő időszakra arra, hogy megnyerjük ezt a versenyt. Az ötvös csapatának teljesítménye egy picit elmaradt az országos elődöntőben mutatottól, de így is a dobogó 3. fokára állhattak fel Nagy József tanítványai. A 34. korcsoport az ország a megyei döntő megnyerése után megnyerték az országos elődöntőt is, csapatban és egyéniben is aranyat hoztunk. De a döntőben 3. lettünk. Itt igazából annak tudható be, hogy nem sikerült előrébb kerülnünk, hogy egy picit kevesebb edzésidőt tudunk mostanában folytatni, de remélem, hogy ez azért visszáll majd az eredeti. Heti 15 órát edzettek ezek a fiúk. Nagyon-nagyon komolyan készültek. A 3. hely összességében jó. Az A kategóriás diák olimpiai döntőt a jövő hétvégén rendezik meg, azon két fiú és egy lánycsapattal indul az ötvös gyakorló.